Egy éves születésnapját ünnepelte a Victoria Pódium Kettcsináló Kultúrmix. A közösségteremtés és a jótékonyság a célja a programsorozatnak, amely minden hónap első keddjén várja az érdeklődőket az Erzsébet utcai központban, ahol a művészet minden ágát a fehérvári kulturális életjeles szereplői képviselik. Szarvas József, a Mozgássérültek Victoria Rehabilitációs Alapítvány kurátora elmondta, az elmúlt egy évben számos vendéget ismerhetett meg a pódium közönsége Fehérvár kiválóságai közül. Nekem személyesen is nagy élmény volt őket megtalálni, kicsit fölkészülni a munkájukból, életükből, és hát megismerni ezáltal őket jobban. A születésnapi rendezvény vendégei Horváth Irma énekes, dalszerző, Bokros Judit újságíró, költő, Gellén Miklós Gábor költő és Radecki Jenőné bútorfestő népi iparművész voltak. Szarvas József hozzátette, mindig nagy körültekintéssel válogatja ki, hogy kiket hív meg az estekre. Úgy indult, hogy a közvetlen ismerőseim, vagy akár betegeim, akikkel valamilyen betegség kapcsán kapcsolatba kerültem, aztán összebarátkoztunk, voltak a szereplők, most viszont már vadászom a résztvevőket, úgyhogy ilyen szempontból is jó a műsor, hogy elkényszerít engem olyan kulturális eseményekre, amikre egyébként lehet, hogy nem jutna eszembe elmenni, de figyelemmel kísérem a város kulturális mozgását. A Victoria Pódium következő programja április 2-án lesz, akkor Endl László zongoristával, Simonyi Cecília könyvillusztrátorral és két festőművésszel találkozhatnak a vendégek.